Köszönjük, hogy eljött. Aranka, 18:55 lesz. Már nem jön senki. Mindjárt dobozolunk. Mekkora részvétel mellett mennyi ideig tart összeszámolni? Hamar meg lesz, Petikém. Persze, ha az urak nem akadékoskodnak megint, nem igaz? Már reggel megmondtam, hogy miért csináljuk. Persze, Miklóskám, szívesen számoltuk meg mind a 600 üres szavazólapot. 17:30-ig. Kétszer. Sosem lehet tudni, Pista bá. Sosem lehet tudni. Ugye voltak nemrégiben vitás választások. Fura esetek. Megint kezdi. Krisztián, meddig szajkozzátok még ezt, hogy csaltunk a választásokon, amikor ti rendeztétek? Hol van az már? 4 éve volt. Beszélj hülyeségeket. Muszáj ez. Edith néni, csókolom. Kezi csókolom! 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 Tessék, hát nem sokan múlott csókolom, hogy időben ide tetszett érni. Kérném a személyazonosságot. Hogy nem? Délelőtt jött a tanárnő? Vagy reggel a meleg előtt? Nem éreztem jól magam, Madrikám. Oda? Ide, igen. Igen, köszönöm. Tetszik érni egy kis vizet? Nem, köszönöm, jól vagyok. Milyen szép írása van. Köszönöm. Köszönjük szépen. Igen. Most csak egyet vegyek. Majd mi adjuk. Tetszik tudni, most csak egy emberre kell szavazni. A nyertes megy a parlamentbe. Igen. Edith néni, van toll a fülkében. Nem magammal. Ha már egyszer ráfántam magam, akkor jól felkészülök. Visszatáltam. Csak ügyesen. Köszönöm. Jó helyetesítik, Szelmi. Hát persze. A számlálás hosszánál tartottunk. Ja, igen, igen, igen. Tavaly az ügydöntőnél úgy 50%-os részvétellel 8:30-re végeztünk. Olyan soká? Hát persze, ez nem olyan egyszerű. Azt gondolod, hogy csak Adrián megtelefonálja és kész. Újra kell számolni a szavazatokat, aztán könyveljük, aztán megvárjuk a többi körzetből a jelent. Vizet! Nincs itt a suliban ilyen derpip, az a újraélesztő! Gyertek hátrát, egy cikit tapjon le nekül! Mi lesz most? Adjunk meg a vizet! Mit? Szíve! Nem tehetünk semmit, ki kell hívnunk a mentőket. Már más. Mit csinál maga? Na, lenyújjon hozzá! Az ég szerelmére legyen magában ennyi tisztesség! Itt fekszik egy holtest. Ne privatizáljon. Én csak rendet akartam rakni. Ha ne telefonáljon. Ne, majd én. Csak én telefonálhatok. Adrián, te nem kellene ebből jegyzőkönyvet felvenni? Hát mégiscsak megsérült az urna. Én nem szeretném, ha a tanács az önkormányzattól ebből utólag ügy lenne. Jó, majd jegyzőkönyvet veszek, de most 7 óra van. A mentőket is kéne hívni, meg számolni is kéne. Mindjárt. Jaj, hát föl kéne tenni valahova. Hát itt mégse feküdhet. Hát, igen. Ide, a satupadra. Úgy van. Na, fogjuk meg és vigyétek. Pista! Én láttam rajta, nagyon rosszul nézett ki. Saját halottunknak tekintem. A választás saját halottjának tekintjük. Takarjuk le. A fülkefüggöny? Nem, zászlóval. És akkor most mi lesz a szavazatával? Csak van erre valami szabály.
Hol ez a választási szabályzat? Ott van az asztalon, most csak ide. Megnézem. Segíts neki. Emberek, elmond az elszük. Tényleg nincs, ha ugondjuk most. Úgy sem tudunk mit csinálni, amíg a mentők nem jönnek meg. Így majd van. Az elnök és a jegyzőkisasszony addig kitalálnak valamit. Igaz, Adrika? Mm. Addig mindenki végezze a dolgát. Itt van. A szavazás pillanatában kell élve lenni, tehát nem kell bedobni feltétlenül a szavazatot, ha a titkosság megőrizhető. Aztán bedobásod lehetőségűség. Jó, a többi már maszlag. Világos. Bedobjuk a többi közé, összekeverjük és kész. Azaz egy pillanat. Maga láthatta, amikor ott sertepertélt a néni körül. Hogy láthattam volna, amikor össze volt hajtva? Egyáltalán nem láttam, mert nem is láthattam. És kikére magamnak ezt a vádaskodást? Na, ennyit a titkosságról. Vádaskodás. Na jó, azt javaslom, először is számoljuk meg a szavazatokat, de Edith néniét egyelőre ne vegyük figyelembe. Meglátjátok, nem oszt nem szoroz. Na, csak ne legyél benne olyan biztos. Ha jól emlékszem, tavaly alig 8 szavazatnyi különbség volt. Hát ez igaz. Ebben a körzetben mindig nagyon szoros a dolog. Na jó, kollégák, egy szónak is 100 a vége, akkor kezdjük. Itt vannak. Itt se jöttek be. Hogyan? Hát amíg mindjárt alá nem írtuk az ívet és nem számoltuk le a szavazatot, az addig ide senki be nem jöhet. Ez előírás, ugye, Adrika? Úgy van. Na, és én, mint elnök, ezt be is tartom. Úgyhogy megyek és bezárom az ajtót. Normális maga? Ne. Ugyan már, csak nem fogunk 5 percenként összeveszni. És mi lenne, hogyha a nénit kiadnánk az ablakon? Tehát fiam, rács van rajta. A mentősök váratnak, ráérnek. Edith néni se szalad el. Úgyis csak azt tudják csinálni, amit mi. Semmit. Így van. Szerintem akkor számoljunk. Helyes. Hihetetlen. Nálad is annyi? 255, 255. Ezt nem hiszem el. Most úgy állunk, mint faszalakodalomban. Miki bácsi, ki a nevelem egy percre? Persze, fiam. Uraim, hova mennek? Hát ki lehet menni, csak be nem. Nem? Hát, nem tudom. Résen kell lenni. Na végre. Ide nem lehet bejönni. Választás van, kérem. Mikibám, jól ismerem Edith nénit. A feleségem is kedveli. A könyvtárból ismeri. Azelőtt gyakran átjárt hozzánk hétvégen, de szerint körülmények között élő kisnyugdíjas volt, tanári fizetés, kisnyugdíj, krumpli tevet kenyérrel. És mire akarsz ebben kiukadni? Azelőtt Pesten marxista filozófiát hallgatott. Ja, mikor volt az? Hát akkor mindent. A szolidaritást járatja. És ez biztos? Gáz. A gázszámlát csak a sógoromék segédletével tudta kifizetni. És biztos vagyok benne, hogy ezekre... kriptokommunista. Akkor minden eszközzel meg kell, hogy akadályozzuk. Mikor tanított a néni? Már el csak, hogy 6 éve végeztem nála. És milyen emlékeid vannak róla? Tekintélye volt, meg olyan műveltsége. Mindent látott, még a gulágon is járt. Azt hiszem... Ajjaj, az baj. Hát igen, elég durva. Jaj, szívbeteg volt, erre határozottan emlékszem, hogy minden nap az adott órában be kellett venni a szívgyógyszereit. Paraszkodott a gyógyszerárakra? Nem, sosem semmire. Ja, de ez tudja, hogy nem volt jól leveleszve. Mégis mindig kifogástalanul öltözködött. Egyszer elmentük a Mekibe osztályos túl, de az otthonról hozott kenyerét ette teával. Azt hiszem, az ilyenekre mondják, hogy antiglobalista. Ez jó jel. Edikém, te biztos tudtad, hogy melyik bemembe. Mi? Hát szavazni. A jobb oldaliba vagy a bal oldaliba. Ha... A
Emberek! Jöjjenek ide, körém! Úgy van. Úgy van, dűlőre visszük a dolgot. Úgy határoztunk odakint, hogy nem biztos, hogy szükség van arra a szavazatra. Ez a körzet, döntő körzet. Delegálhatunk egy szemét. Ott is csak egy szavazat lesz az, de egy szavazat az egy szavazat. Döntés kell. Úgy van. Itt. Erről van szó. Edith néniről lehet-e beszélni? Beszámítható volt-e? És hogyha igen, beszámítható-e maga a szavazat? Nos, szerintem nem. Háló! Tényleg, hogy nem tűnt el egy másik szavazat. Éppen maga volt, aki az előbb erre felé. Igen, miért tűnt volna el? Most igen, arra is gondoltunk, hogy lehet, hogy Edith néni nem is szavazott. Hát ki tudja, x-elte. Lehet, hogy csak összehajtogatta a lapot. Hát azért kell megnézni a cetlit. Titkosság ide vagy oda. Úgy van. Na, hát nézzük meg. Persze bement a fülkébe és összehajtogatta az üres lapot. Hát biztos, hogy szavazott. És mindenkinek ugyanúgy számít a szavazata. Milyen ügyes, okos vagy, Adrikám. Angyal. Magát pedig felszólítom, hogy ne akadékoskodjék, igen? Hát de szegény Edith néni már meghalt, úgy sem fog rajta változtatni. Aha. Szóval itt van a kutya elásva. Féltek, hogy vörös volt, mi? Te vagy a vörös, te dagad disznó, de te is csak az idegességtől. Fúj az ilyen! Te, ne gyere rám, te! Én! Basszátok meg, hagyjátok meg! Hagyja békében! Elfuserátló, doktor, te kis fasiszta! Mit akarsz? Meg akarsz? Hát nem szégyeled magad? Megütni egy nőt? Gyerekek, nem a kocsmában! Adrien, jegyzőkönyvbe vesszük! Megütött! Mi van? Hát aki gondol egy országra, az rögtön fasiszta! Te büdös panelproli! Hát hogy kaptad 78-ba azt az óvoda igazgatói állásodat? He? Hát tálfa marad a szám! Panelproli! Adrien, ezt is jegyzőkönyvbe vesszük! 30 éve választozom, de még ilyet nem hallottam! Gyerekek! Az nem választás volt, a színjáték! Választási csalás! Választási csalás, meg színjáték! Úgy van! A színjátékot akartak menni a nemzetibe, apukám! Majd gyerekek! Itt megörültetek! Fejezzétek már be! Mit már ki innen! Kacagnom kell! Ha meg akarnád védeni az életét, akkor megnézed ezt a kurva kivasztó kivasztót! Mondtam, hogy jöjjön már! Így már ki! Egyetek ki már, egyetek szívet! Ki hozta rám ezt az állatot? Szegény Edith néni mennyit szenvedett az életében, és most is bántják. Minden nyugdíjasnak nehéz. Minden nyugdíjasnak nehéz, de nem voltak Auschwitzba. Edith néni sajnos volt. Adrikám, hát a gulágot mondtad. Most elbizonytalanodtam, nem mindegy. Pistikém, jöjjön velem. Biztos vagy benne? Nem vagyok vak. Azt is láttam, aranykereszt van a nyakában. Rémlik. Most már nekem is rémlik, mint a láttam volna a templomban. Karácsonykor egész biztos. Egy biztos. Takácsék a máltai szeretet szolgáltán esküsznek, hogy kaptak tőle ruhákat. Akkor meg kell kísérelnünk. Hajrá! Hajrá! Én nagyon szeretném, hogy most már ennek a problémának a végére pontot tennénk. Én nem akarom, hogy az önkormányzatnál ebből ügy legyen. Olyan rossz most már bent a közhangulat, veszekednek, kiabálnak. Na mondja, mit akar? Aranka, úgy néz ki, az a jobb oldali fülkébe ment be. Majd, Pistukám, teljesen mindegy, hogy melyik fülkébe ment be. Az a lényeg, hogy ránk szavazzon. És egy ilyen idős hölgynél ez el is várható. Van egy jó ötlet. Igen? Meg kellene nézni a táskáját. Hát, ha találunk benne valami igazolványt, vagy pártkönyvet. Na de Pistukám, hogy hogy kotolja ezt az egészet? Hát ott vannak a többiek, így is már annyit vezetettük. Na de én be tudok menni. Jaj, ezt nem lehet, erről szó sem lehet. Nézd, nekem már itt van a nyugdíjazásom, magának ott az a gondnoki állás. Én nem akarok ebből a problémát. Most már vessünk végét ennek a dolognak. Bemegyünk, beszámítjuk a szavazatot, és kész. Előre! Adrika drága, nem látta azt a filmet, ahol az állomásfőnök állod a pecsétet? Egy a párna, egy a pecsét. Megvan nekem otthon kazettán, nem mondjam ne fel egyszer? Na, emberek! Emberek! Pista, üljön le! Mindenki Edith néni szavazatának beszámítására voksol, igaz? Úgy van. Igen. Egyetértünk ebben, igaz? Igen. Na végre! Figyelem, figyelem!
akármelyik pártra vagy képviselőre is szavazott a néni, ez a szavazat mindannyiunk számára kötelező érvényű lesz. Világos? Igen. Semmi új variálás, semmi új taktika. Szavazott és kész. Bedobjuk, megszámláljuk és megtelefonáljuk az eredményt. Világos? Na hát. És még valami. Pardon. Arra gondoltam, hogy erről írunk egy külön megállapodást, amelyet mindjárt aláírunk, rendben? Istenes, ne szórakozzunk már! Pedigén! Nyissuk ki, szavunkat adjuk! Jó, hát igen. Akkor tessék, kérem! Kérlek, egy pillanat. Visszaszolgáltatjuk-e drága néninek, ami jár neki? Az utolsó szó és akarat jogán még hozzászólhatott országunk sorsának alakulásába. Most már lehet. Büszke vagyok magamra, illetve magunkra. Megengedi? Hogyne?